Szabadka, Magyar Kanizsa, Horgos Röszke. Ez az útvonal egy határokon átnyúló biciklitúra útvonala is lehetne. Az elmúlt időszakban messziről jött gyalogosok miatt kerültek be a híradásokba az említett települések. A múlt évben a migrációs nyomás csomópontja volt ez a terület. A válság 2015. szeptemberében tetőzött, amikor a bevándorlók megrohamozták Horgos Röszke átkelőt. A migránsok Magyarországra szerettek volna jutni. A Horgos Röszke átlépő között most is több tucat ember veszteg el. Továbbra is az Európai Unió területére szeretnének jutni. Magyarországon népszavazáson döntenek a migránsok befogadásáról. A kettős állampolgársággal rendelkező mintegy 180 ezer vajdasági magyarnak is joga lesz voksolni a kötelező betelepítési kvótáról szóló referendumon. Huszák Ervin szabadkai egyetemista 3 éve kapta meg honosítási okiratát. Úgy véli, azért kell szavaznia, mert a kvótarendszer veszélyezteti Magyarország területi szabadságát. Magyarország a történelem folyamán rengetegszer volt megszállás alatt, tehát egyáltalán nem hiányzik az, hogy Brüsszelből vagy akárhonnan, máshonnan megmondják, hogy milyen embereket és hányat kötelesek telepíteni Magyarországra. Tehát ez szerintem teljesen indokolatlan. Szügyi Dávid örömmel létesült arról, hogy a magyar kormány határon túli nemzettársak véleményét is kikéri a betelepítési kvótával kapcsolatban. Az állam tényleg, a magyar állam elküldi hozzánk a papírokat, akkor természetesen el fogok menni szavazni. Örömmel fogadtam a hírt, hogy a magyar állam úgy döntött, hogy a magyar népet is megkérdezi avval kapcsolatban, hogy mit gondolnak a betelepítésről. A Magyarországon kívül élő magyarok írásban nyilatkoznak a menekültek kötelező befogadásáról, mondta Vetzel Tamás szerdán Szabadkán. Magyarország kormánybiztosa kifejtette, a népszavazás a 2014-es voksolásokhoz hasonlóan történik majd a határon túli területeken. És azt hiszem, itt a délvidéken tudják a legjobban az emberek, vagy érezték a saját bőrükön a migráns áradatot, a migránsokkal való találkozás, hogy milyen fontos a migránsokkal kapcsolatos népszavazás. Úgyhogy ők is részt vehetnek, és ugyanolyan rendszer szerint, mint 2014 tavaszán, azaz levélben lehet majd szavazni, ugyanazokon a helyeken lehet majd hozzájutni, akár ugye a főkonzulátuson, akár az adott regisztráció alapján otthon kapják meg ugye a levélcsomagot, szavazati csomagot. A nyugat-balkáni migrációs útvonal lezárásától a szerb-magyar határ mentén élők a menekült hullám megszűnését remélték. Az intézkedés ellenére továbbra is érkeznek migránsok a térségbe. A magyar hatóságok naponta fognak el határsértőket.